szágult velem, mint a szél, nagyon messze is elér. Minden diák versét felolvasták ma délután a Zsigmondi iskola könyvtárában. Az alsósoktól a középiskolásokig összesen 30 tanuló nevezett egy vagy több költeménnyel. Arra gondoltam, hogy legjobb, hogyha esetleg a problémáimat, vagy az érzéseimet, vagy csupán a gondolataimat leírom, akkor talán ez egy ilyen megkönnyebbülés, vagy valami. Tehát, és úgy érzem amúgy, hogy nagyon jó, tehát, hogy magamnak is jót teszek, és másoknak is, mert jó érzés, hogyha valaki elolvassa. Az alkotások között volt egyszerű négy soros vers, jókedvű, vidám, állatos téma is. Ezeket leggyakrabban az általános iskolások vetették papírra. A középiskolások pedig a szerelemről és halálról írtak. Van egy norvég black metal banda, Burzumnak hívják, és az ő dalszövegeik átfordítva ilyen szív, meg a sötétség, meg a hold. Így tőle vettünk kicsi ihletet. A Nagykanizsai Szirmok verses kötetet 2008-ban adta ki először a Zsigmondi iskola. 8 év után azonban úgy döntöttek, hogy ismét meghirdetik az iskolásoknak a versírást. Erre egy pályázatnak köszönhetően volt lehetőségük. Ezért gondoltuk át, és mondtuk azt, hogy mi újból szeretnénk meghirdetni város minden közép- és általános iskolás diákja számára, hogyha ír verset, és ő vállalja is azt, hogy ezt a verset kiadjuk, vagy esetleg elküldje, bírálják, akkor készek vagyunk arra, hogy a legnívesebbeket, nívósabbakat verses kötet formájában adjuk ki. A verses kötetet a Zsigmondi iskola könyvtárában, valamint a városi könyvtárban lehet elolvasni.